Főtisztelendő paptestvérek, állami életünk vezetői, kedves bélmálkozó fiatalok! Ha bárhol az országban említem Herceg Szántó nevét és a vodicei kegyhelyet, ma már mindenki tudja, hogy itt van az a hatalmas nagy Mária szobor. Kinn a pusztaságban, és ide el szoktak zarándokolni az embereket, mint ahogy most is látjuk és tapasztaljuk, hogy nagyon sokan vagyunk, hála Istennek, ezen a neves évfordulón, amely éppen a mai napra esik. Hiszen pontosan 100 éve van annak, hogy Fatima mellett megjelent a szűzanya 3 pásztor gyereknek. Már korábban is volt angyali jelenés, de a szűzanyának a tényleges megjelenése erre a napra esett május 13-án, és ez többször megismétlődött, még akkor is, amikor a gyerekeket, akiket kérdőre vontak és nem engedték ki, hogy találkozzanak a szűzanyával, akkor is megjelent, és az év október 13-ával záródott. Az a jelenés az újkor nagyon válságos időszakában, az első világháború pusztító idejében történt. Arnold Toynbee talán a legnagyobb 20. századi angol történetíró azt írja, hogy az első világháború óta, ugyanis ő bevonult oda katonának, folyamatosan csodálkozom, hogy még élek. És azóta Európa életéből ellopták a tavaszt. Súlyos mondatok, de nagy igazsága van, hiszen az első világháborúnak 10 millió halottjával a keresztény nemzetek pusztították egymást, és lehet azt mondani, hogy megtört az akkori kereszténységnek a gerince, amely aztán egy második nagy csapásban ismét próbára volt téve a második világháborúban. És a Szűz Mária ekkor jelenik meg a 3 tanulatlan pásztor gyereknek, akik valószínűleg nem sokat tudtak arról, hogy mi történik Európában. Hát biztos hallották, hogy háború van, hiszen egész Európa benne volt. De azok a jövendőlések számukra teljesen ismeretlenek voltak. És hogy hitelt érdemlőkké váltak, az abból a tényből is látszik, hogy a jövendőlés megvalósult és beteljesedett. És ezt az akkori 3 gyereket immár a szentek között tiszteljük. Lúcia nővért, aki néhány évvel hagyott itt bennünket, már régebben, és a mai napon Fatimában Ferenc pápa szenté avatta Jácintát is, és a kis Ferencet. Ők alig voltak 10 évesnél többek, az első háború végén után kitört spanyol nátha, amelynek több halottja volt, mint maga a háború követelt, ők is abban haltak meg. Gondolom a szüleik, ha túlélték őket, vagy a hozzátartozóik, siratták ugyanúgy, mint minden gyermeket. Milyen kár, hogy csak ilyen kevés időt élhettek, és meg kellett halniok. De ha tudták volna azt, hogy 100 esztendő alig telik el, és a szentek közé sorolta a katolikus anyaszentegyház őket, akkor biztos, ha hívő emberek voltak, akkor azt mondták, Istennek
ez volt a bölcs rendelése, és ahogy olvassuk a Szentírásban, nem a hosszú életkor, nem az igazi bölcsesség, de még csak nem is az őszhaj, hanem az Istennek szentelt élet. Chesterton írja, hogy a kis karika gyűrű éppen olyan végtelen, mint a nagy. Ők azzal a 9-10 évükkel teljes életpályát futottak be, és a mi hitünk szerint az Úrnál vannak. Sokra tanít bennünket a három szent pásztorgyerek, hiszen azt igazolja, hogy Jézus szava, hogy ő kinyilatkoztatja magát a kicsinyeknek, az egyszerűeknek, az ez esetben is megvalósult. És Szent Pál apostol is mondja, hogy az Isten bölcsessége az emberek bölcsességénél sokkal nagyobb, még az Isten oktalansága is, így mondja, idézőjelbe téve, nagyobb az emberek bölcsességénél. Mert az ő gondviselése az nem mindig érthető számunkra, de épp egy portugál közmondás mondja, ahonnét ezek a gyerekek származtak, az Isten egyenesen ír görbe vonalakon. Nem engedi a történelmet kifutni a kezéből, így benne a mi egyéni sorsunkat sem. Azok a szent fiatal gyerekek példát adnak nektek, kedves bírmálkozók, és példát adnak a mai fiatalság számára is. Nem kell ahhoz pedagógusnak lenni, hogy lássuk, hogy mennyi gond és probléma van a fiatalságunkkal, nem tudjuk az értékeket átadni nekik. Erről hívő emberek is sokszor panaszkodnak. A pízai fölmérés, amiben az értelmi képességüket vizsgálják, az egy dolog. De vajon az igazi értékeket tovább viszik-e? Sokszor azért sem tudják tovább vinni, mert nem is látják maguk körül az igazi értékeket, nem hoznak otthonról semmit, olyan zaklatott élet áll már fiatalon is mögöttük, hogy semmin sem csodálkozhatunk. Pedig ha azt szeretnénk, hogy Európa megújuljon, akkor azt a fiatalsággal kell kezdeni. Akárcsak a szellemi és a lelki nevelést is. Nagyon szép dolog az, hogyha valaki 80 éves korában még tanul, meg olvas, de hát az igazi remény, a jövő itt a Földön mindig a fiatalokban van. És ezért örvendezünk annak, hogyha vannak újra meg újra jelentkezők, bírmálkozók, hogy Jézus Krisztus követségében járjanak és elköteleződjenek. De ennek az elköteleződésnek igazinak kell lenni. Amit ti kimondotok, a megvallott hittel, a gonoszságnak való nem szavazatokkal, azt életek tanúság tételével valóra kell váltani. A mostani evangéliumi szakasz jó példát mutat erre, amikor ott van a szűzanya Jézus körül, és akkor valaki ott fölkiált és mondja Jézusnak, hogy hát milyen boldog lehet a te édesanyád. Boldog az a méh, amely hordott, és az emlő, amit szoptál. És azt mondja Jézus, még boldogabbak azok, akik Isten szavát hallják, és meg is tartják. Ez nem volt Szűz Máriára nézve elítélő szó, mert ha valaki, aki meghallotta az Isten szavát, és megtartotta, az ő volt.
első volt a tanítványok között mindenféle szempontból. Még úgy is, hogy a tanítványok összesen töltöttek el annyi időt Jézussal, mint ő egymaga. Mert a nyilvános működés 2-3 évre tehető, Jézus pedig mintegy 30 éves koráig otthon nevelődött, és ott volt vele a szűzanya. Megélte az igazi tanítványságot, ugyanis a mai időkre már ezt is elfelejtjük, mert ma már csak oktatás van többnyire. Nagy iskolákban egymás után váltják a tanárok az órákat, gyakorlatilag semmi kapcsolatuk nincs a feleltetésen túl a gyerekekkel. Az a fajta tanítványság, hogy valaki együtt él a mesterrel, mint a régi időkben, az ma már szinte ismeretlen. De a szűzanya együtt élt Jézussal. Nektek is, kedves birmálkozók, lélekben együtt kell élni Jézus Krisztussal. Ez az igazi tanítványság. És ahogy a mostani könyörgésünk mondta, hogy a Szűz Mária szívében méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára, ugyanúgy legyen a mi szívünkben is méltó hajléka a Szentléleknek. Amikor ezt a szót mi kimondjuk, hogy a szívében, a legtöbb ember előtt sokszor képileg jelenik meg a szív, aztán még úgy is, hogy a festmények, különösen a nagyon egyszerű vásári képek még ki is helyezik a Jézus és Mária szívét, holott nem a biológiai szervre gondol a Szentírás, hanem az ember személyiségének a középpontjára. A Bibliában ezt jelenti a szív, hogy benne van a személyiségünk központjában, gondolatainkban, terveinkben, szavainkban, tetteinkben, mint egy átjár bennünket a Szentlélek által Jézus Krisztusnak a szava. Hát ez lenne a mindannyiunk feladata, mert kereszténynek lenni annyit tesz, hogy krisztusi emberek vagyunk. Rabindranath Tagore annak idején, amikor itt járt Európában, még Magyarországon is, ez az indiai költő, akkor kérdezték tőle, hogy mi a benyomása Európáról. Akkor még a 20-as években sokkal élénkebb és elevenebb volt a keresztény hit, mint a mai időkben, hiszen biztos, hogy 80-90%-a az embereknek akkor megkeresztelkedett, házasságot kötött a templomban, és így tovább. De ő már akkor is azt mondta, én vasárnapi keresztényeket találtam, és hétköznapi pogányokat. Elmentek arra az egy vasárnapi misére, de hétköznap ugyanúgy éltek, mint akik nem hisznek Istenben. Hát az ilyen embereknek nincs a szívében ott Jézus Krisztus. És ott kell lennünk, mint ahogy Máriának ott volt a szívében, hogy az életformánk legyen keresztényé. Francesco és Jácinta, Lucia nővér hosszú egész életével erről tett tanúságot, hogy amit ő ott hallott a szűzanyától, hogy imádkozni kell, vezekelni kell, bűnbánatot kell tartani, jó cselekedeteket kell tenni, ezt megfogadták és igyekeztek valóra váltani. Mert a keresztény életnek ez mindig a fokmérője, hogy milyen áldozatokat tudunk vállalni, milyen tetteket. A Szentírásban az erények azok olyanok, mint a boltív téglái, egymásra épülnek. Nem lehet egyet
kivenni, kiütni belőlük, mert akkor, mint a boltív megrodjan. Annak idején 500 éve Luther Márton a sola fidest, egyedül a hit gondolatát emelte ki a keresztény ember élet formájából. Nem mondta azt, hogy nincsen szükség a jó cselekedetekre, legfőjebb következménye annak, hogy mi hiszünk. De mi katolikus keresztények mindig is vallottuk, hogy az üdvösségünk az elsődlegesen Isten kegyelme, de azért nekünk fáradozni kell, mert nem mindaz, aki azt mondja nekem, hogy Uram, Uram, hanem aki megteszi a mennyei atyám akaratát. Vagy más helyütt, amikor Jézus azt mondja, hogy föltámadnak az emberek, akik jót cselekedtek az üdvösségre, akik gonoszat a kárhozatra. És az utolsó ítéletről szóló nagy beszédje is a tetteket kéri számon, hogy mit tettünk. A patmoszi látnok azt mondja, hogy látja az üdvözülteket, és tetteik elkísérik őket. Tehát a mi hitünkben a tettek azok szerves részei az életformánknak. Mert azt mondjuk, hogy az is hozzá járul ahhoz, hogy üdvözülhessünk. A szűzanya előjárt mind a hitben, mind a tettekben, az Isten törvénye megtartásában és a felebaráti szeretet tetteiben. Hát ezt kell mindannyiunknak elsajátítani és magáivá tenni. Egy ilyen hatalmas, nagy évforduló a fatimai szűzanya kegyheinek 100 éves évfordulója a szenté avatással együtt az egész egyház számára öröm. És öröm itt számunkra, ahol szintén a szűzanyát köszöntjük, és a bérmálás szentsége által kérjük a szent lelket magunk életére, ahogy a szűzanya életében ott volt. A tettek fognak nem csak hogy üdvözíteni utána bennünket, ha az Úr országáig eljutunk, hanem a tettek tesznek boldoggá bennünket. Ugyanis következményei a jó cselekedeteknek az, hogy a lélek derűjével, az élet értelmének boldogságával élhetünk. Nagyon fontos tehát mind a hitünknek, mind a tetteknek egyszerre való gyakorlása és megélése. De miután az ember tudja magáról, hogy nagyon gyenge és esendő, ezért kell a Szent Lelket kérni, többszörös ajándékával benne az értelem, a tudomány, a lelki erősség és minden más ajándékával, hogy segítsen bennünket. Akarjunk mi is szentek lenni. Ha valakinek azt mondják, hogy legyél szent, a mai világban egyszerűen óckodik tőle, hát ilyeneket ne mondja, hogy én szent legyek. Talán azért is, mert rossz elképzelése van az élet szentségről, de igazában ez isteni parancs. Legyetek szentek, mert én szent vagyok, mondja az Úr már az Ószövetségben is, hogy szenté akarjunk lenni, ami nem azt jelenti, hogy egy ilyen kifacsart barokkszobor formájába állunk, hanem a mindennapokban úgy élünk, mint ahogy Jézus Krisztus élne helyünkben. Akiket ma szenté avattak, vagy Lúcia nővér is, maga idejében, a maga korában az életével tett tanúságot, és így vált szenté. Köszöntsük a estén Szűz Máriát, a Fatimában megjelent szűzanyát, azoknak a gyerekeknek a lelkületével, akik ott Fatimában fogadták és örvendezve
találkoztak vele, hogy nekünk is a szűzanyának a hathatós pártfogása vigyen, adjon erőt, hogy vigyen közelebb Jézus Krisztusról, hogy igazi tanúivá válhassunk ebben a mai nagyon nehéz, sok gonddal, sok küzdelemmel megélt világunkban. Mert nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Nem látunk a jövőbe. Lehet, hogy ugyanolyan nehézségek lesznek, mint amikor a szűzanya megjövendölte a látnokok által, és az bekövetkezett. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk. De egyben biztosak lehetünk, ha a Szentlélek segít bennünket, akkor minden helyzetünkben erőt ad ahhoz, hogy kitartsunk, megmaradjunk hűségben. Ezt kérjük, legyen ez a bérmálásnak és a mai ünnepnek minden, mindannyiunk számára Isten ajándéka és kegyelme. Amen.